A közlekedés után ismét a bűnügy felé vesszük az irányt. Dupla epizódban mutatjuk be a bevetésiek munkáját valós események során. Drogdílerek, betörők, csalók, erőszakos elkövetők, gyilkosok. Valljuk be, hétköznapi emberként egyikkel sem szívesen találkoznánk test közelből. A BRFK bűnügyi bevetési osztályának azonban feladata ezeket az elkövetőket rajtaütni, elfogni. Két teljes epizódon keresztül az ő munkájukat fogjuk követni, betekintünk a hétköznapjaikba, és velük tartunk az akciókban is. De kezdjük a történetet az elején. Osztályunk feladatai közé tartozik a Budapesten elkövetett kiemelt bűncselekmények helyszínen végrehajtott forrónyomos felderítés. Azért érdekes a mi munkánk, mert itt tényleg mindenre találkozol. Két részre tudom venni, egyik egy nyomozói munka, mi részünk másik egy ilyen elfogásokhoz alkalmazott taktikai műveleti egység is vagyunk. Szerintem egy fantasztikus dolog az, amikor kimegyünk egy bűncselekmény helyszínére, nem tudjuk, hogy mi történt. Az ott lévő dolgokból, elmondásokból, tapasztalatokból építkezünk, és egészen odáig jutunk, amíg el nem tudjuk fogni az elkövetőt. És én azt gondolom, hogy ez a forrónyomos üldözésben ez a legszebb, hogy utána tudsz menni egy elkövetőnek, és meg tudod fogni. Osztályunk másik fontos feladata egyéb rendőri szervek felkérésére elfogásoknak a végrehajtása. Itt veszélyes bűnözők kézekerítésében nyújtunk segítséget. Találkozol emberöléssel, találkozol fegyveres rablóval, találkozott csak valakivel képen, valakinek a dolgát elvitte erőszakkal, erőszak nélkül. A szolgáltat teljesítő rendőrök komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek, illetőleg az átlagosnál magasabb szintű intézkedés taktikai tudással rendelkeznek. Kora reggel érkeztünk Garyvel együtt. Őt követtük végig. Összekészült, aztán körbevezetett minket az épületben és bemutatta az akció során használt felszereléseket. Itt állunk az egyik szolgáltatónk mellett. Ez ugye, ahogy ti is látjátok, ez rendőri jelleg nélküli. Munkánk során sokszor használunk rendőri jelleg nélküli autókat. A csomagtartó térben található a felszereléseink. Ez tartalmaz egyébként egy erővágót. Van egy kosunk is. Na, erre kíváncsi vagyok, ez mennyire nehéz. Ezt oda is adom neked, nézd meg. Aha. Azért van egy kis súlya, főleg van. Amikor meg látszik, az ajtóra, így van, azért ezt használjuk természetesen. Lövedékálló pajzs, ezt ki is veszem. Viszonylag azért ez is egy nehéz eszköz. Muszáj megkerestem, hogy hol lehet felkapcsolni rajta a lámpát. A kezednél van egy gomb, és nagyon erős fénye van. Csak úgy röpködtek elő az eszközök a kocsiból, volt, amint meg is akadt a szemem. Ez alá szoktunk venni egyébként egy lövedékálló mellényt. Ezt is odaadom neked, bár lehet, hogy ilyet már használtál. Ami még egy kicsit talán érdekesebb, az a sisakunk. Ha megfogod, akkor... És így fel, ugye? Így van, így van. Tested teljes terjedelme mögötte legyen a pajzsnak. Ha ne adja Isten, bármi olyan történne veled, hogy a fejed irányába lőnének, akkor ez a lövedékálló sisak ez megfogná. Aha. És akkor, ha jól emlékszem, akkor ezen is van lámpa. Bár tulajdonképpen ezt nem szoktuk használni, ezt a lámpát művelet során, mert hogyha ez a lámpa világítana, akkor ha esetlegesen fegyveres történet lenne, akkor a világítótestnek az irányába lőnének, és akkor az viszont fejtájék lenne, tehát ezt nem igazán szoktuk használni. Logikus, viszont művelet után már jól jöhet, hogy esetlegesen nincs elegendő fényforrás. Nagyjából itt realizáltam, hogy bizony mi is belekeveredhetünk komolyabb történetekbe, és Gary nem véletlenül adta nekem azt a lövedékálló mellényt. Akár meg is ijedhettem volna, de valahogy inkább egyre jobban vártam, hogy valami látványos szituációt sikerüljön elcsípnünk nektek. Talán nem lövöm le a poént, sikerült, de haladjunk csak szépen sorjában, kocsiba szálltunk és elindultunk a városban bűnügyi portyázni. Céltalanul járjuk a város bűnügyileg frekventáltabb környékeit, hallgatjuk a rádiót, és ha bármi olyat hallunk, ahol kelhetünk, nyomban ott termünk. Így is történt nem sokkal az elindulásunk után, egy egészen különös címre indultunk. Munkánk egyik része, hogyha éppen nincsen a TIK által küldésünk, akkor Budapestet látunk el bűnügyi portját, és ekkor hallottuk a rádión azt, hogy egy kamionba
több ember tartózkodik, lezárt kamion, feltételezhetőleg migránsok, és úgy döntöttem, hogy akkor onnan megyünk segíteni. Egy gyártelep egyik alkalmazottja lett figyelmes rá, hogy a beérkező kamionból zaj szűrődik ki, feltehetőleg személyek tartózkodnak benne. Ilyenkor nem árt a létszám fölény pontosabban, hogy, mert nem tudjuk, hogy hány ember lesz bent. De effektív, nagyon munkánk ebben nekünk nem szokott lenni, inkább ma, hogy csak mondtam, hogy oda mentünk segíteni, megerősíteni. Ott vannak. Hat legalább. A feltevés beigazolódott, hat illegálisan hazánkba beszökött embert találtak a rendőrök a kamion rakterében, pedig a plomba sértetlen volt. Paszport. Láttuk, hogy hat ember volt összesen, tehát tudták a helyiek kezelni, így el is jöttünk a helyszínről. Egészen estig nyugodt volt a nap, ám akkor megtörtént, amire igazán vártunk. Megcsörrent az a bizonyos telefon. Futás. Budapest közelébe megyünk most, ugyanis egy elfogás lesz valószínűleg, egy ütés, ahogyan ezt a hívősok is mondanák. Ugyanis egy kertvárosi részben vagyunk, egy kertes házhoz kell majd menni. Egyelőre eljutunk most hirtelen, de elég nagy sebességgel és elég és ijetőség kell most oda menni. Kaptunk egy felkérést, miszerint egy kábítószerkereskedőt kell megfognunk. Elsőkörben úgy jött az információ, hogy egy családi házba kell majd őt elfognunk a felkérő szerv részére. Ez a történet, ez változott időközben. Most lehet, hogy változott a terv, és ez az érdekessége a munkánk egyébként. Igen. Hogy felkészültünk egy házban történő elfogásra, csak a célos meg elindult, úgy néz ki. Ó! Oh. Hát most lehet, hogy a... Lehet, hogy autóból fogjuk kiszedni. Egy gyors étterembe irányába hajtott, ahova be is tért. Úgy döntött a mi műveletirányítónk, hogy a gyors étterem alkalmas lehet a drive része arra, hogy elfogásra kerüljön a célosunk. Célos. Így hívja a szakzsargon az elfogandó személyeket. Drive. Balra. Egy fő van benne, hátul. BMW? Nem, nem. Erről lehet csak belátni, és most volt a fizetős kiadós ablaknál. Bent áll még. A BVO, meg is érkezett a BVO. A személy tehát épp a gyorsétterem drive részében várta a rendelését. Nem kell bonyolult művelet a házánál, vagy veszélyes manőver a közúton, csak érjünk oda, amíg elkészül a hamburger. Szemből egy meg tudja zárni. Aha, mi zárunk szembe, szerintem. Csikós a kéne zárni szemből. Nyitó vagyok, zöld út. DVO-nak zöld út. Menjünk arról? Várjál, de most hol állunk? Az zárja, az a kijárat. Teljesen körbe kell zárni a célost, hogy nehogy meneküléssel próbálkozzon. Ehhez szintén ideális környezet a drive, ha sikerül még ott elcsípnünk. Köszi! Melyik az? Nem mozduljon! Ott marad! Lássam a kezeket! Marad! Hátul van valaki? Kapi kocsit leállítom, jó? Ez volt az első ütés, amit test közelben átéltem. A gyorsétermi dolgozók szavait idézve, mintha egy akciófilmet látnánk. De minden a rögtönzött terv szerint tökéletesen halad. Kezdj csak egy pillanat türelmet szeretnénk kérni. Ne ijedjenek meg, jó? A rendőrségtől vagyunk. Pár perc türelmet kérnénk, jó? Tulajdonképpen ugye a felkérő szervnek teljesítettük a kérését. Ugye ez az információnk jött, ugye a gépjármű folyamatos mozgásban volt egészen addig, míg ide a drive-ba be nem tért. Hát itt ugye nyertünk egy kis időt, ugye amíg a rendeléssel kiszolgálták, úgyhogy tulajdonképpen dinamikus elfogást hajtottunk végre, a gépjárműmet közrefogtuk. Előről ugye szolgálti gépjárművel, hátulról nem bír kihajtani, ugye mert mögötte álltak.
fegyveres biztosítás mellette a gépjárművezetőt kiszállítottuk a gépjárműből, falhoz lett állítva, a ruházat át lett vizsgálva, és most jelenleg külső körös biztosítást hajtunk végre, annak érdekében, hogy a felkérő szerv a további intézkedést végre tudja hajtani a már intézkedés alávont személye. Ez a külső körös biztosítás ugye addig történik, ami természetesen ugye a felkérő szerv azt nem mondja, hogy végeztek itt a helyszínen, és mehetünk tovább. Volt ugye utána gépjármű átvizsgálás, ami a során elő is került kábítószer. Hogy is mondják? Kábítószer, gyanús anyag. Kábítószer, gyanús anyag, igen. Illetve ugye utána kutyás nyomozók is jöttek, hát a kutyás nyomozókat már ismeritek a műsorban. És ezek után pedig elmentünk a személynek a ingatlanához. Itt a rendőrség a törvény nevében felszólítom a lakásban tartózkodó személyeket, fegyvertelenül felemelt kézzel jöjjenek ki. Amennyiben felszólításomnak nem tesznek eleget, ugye a bejutáshoz erőszakot fogunk alkalmazni. Senki nem jött elő, így a csapat benyitott. Nem találtak oda bent személyt, a célos igazat mondott, csak egy nagyon barátságos tacskó bukkant fel a bejárati ajtóból. Itt történik egy házkutatás. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy van a házban valaki. Ezért megyünk be, mielőtt szörnyű taktikai egységként meggyőződünk arra, hogy nincsen erre kockázat a házkutatásnak. És ha a lakás üres, akkor átadjuk a felkérőknek, és megcsináljuk a házkutatást. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy van a házban drog, vagy bármilyen a illegális eszköz, ami a törvény büntet. És talán nem meglepő, találtunk. Nem is kevés gyanús anyagot, készpénzt és lőszert is. Az akció után volt néhány óra nyugodalmunk, így visszafele megálltunk egy picit beszélgetni. Megtudtam, hogyan válhat valakiből BBO-s, és mi hajtja a párost nap mint nap. Járőrként kezdtem. Iszonyatosan szerettem, imádtam az utcát, ahogy a mai napig imádom. Talán egy év telt el, akkor dolgoztam először az akciósokkal, már akkor láttam, hogy hát ez az, ami nekem kell. Persze tudtam, hogy hát ide még azért kevés vagyok, és tudtam, hogy bűnügyes múlttal kell rendelkeznem. Nekem gyerekkori vágyam volt az, hogy rendőr legyek. 93-ban elvégeztem a technikumot, akkor jelentkeztem rendőrnek. Én is járőrként kezdtem, mint mindenki. Elvégeztem két főiskolát, és 15 éve dolgozom a bűnügyi bevetési osztályon. Szerencsém volt, és be tudtam kerülni a 9. kerületi rendőrkapitányságnak a bűnügyi osztályára. Bűnözési alosztályon dolgoztam, de ugyanakkor nagyon hiányzott az utca, és már tudtam azt, hogyha ide sikerül egyszer bekerülnöm, akkor itt összekötöm, így van, a kettőt. Gyakorlatilag már az a zsaru vagy, aki már az Budapesten bármerre csak megyünk, gyakorlatilag 20 méterenként mutat ki az ablakon a kocsiból, hogy hát itt ez történt, ott az történt. Milyen érzés neked úgy járni a várost, mintha egy idegenvezető menne a saját városában talán, hogy neked már Budapest nem ugyanaz, mint egy civil embernek? Hát 28 év az nem tört el, úgyhogy ne történjen semmi. Ebben én nem gondoltam bele, hogy máshogy nézek Budapestre, nekem szíven itt nőttem föl, itt is születtem, belvárosi gyerek vagyok. Elgondolom, itt is, most is, ahol most is állunk, ez az utca, az is tud még neked helyszínt mondani. Most, hogy jobban megismertük a csapatot, és én is átestem az elfogós tűzkeresztségen, megindulhat a lavina. A következő teljes hónapban a BBO-nál forgatok, vadászunk az akciókra, és remélem, hogy pár hét múlva izgalmasabbnál izgalmasabb sztorikat tudok nektek hozni. Ha van kérdésetek a rendőrökhöz, kommentben várom, és a legjobbakat felteszem nekik a következő videóban. Ha tetszik a műsor, lájkot, feliratkozást megköszönünk, illetve már Patreonon is tudtok minket támogatni, ahol hamarosan extra videó is érkezik. Köszi a figyelmet, sziasztok!